Hosszú sorban várakoztak szombat délelőtt a Pécsi Király utcában, főként a hölgyek. Nem véletlenül, hiszen a Pécsi Jótékony Nőegylet jótékonysági gardróbvását rendezett. Már a kapunyításkor özönlött a tömeg, több százan érkeztek vásárolni. Számos ruha és kiegészítő közül válogathattak az érdeklődők. A ruhagyűjtésre rengeteg adomány érkezett, több mint 1500 darab ruha, kiegészítő táska, cipő, ékszerek érkeztek magánfelajánlásokból, és számtalan tervező is ajánlott fel új dolgokat a kollekciójából. Így töltöttük meg ezt az üzletet. Ez a helység hétfőn még teljesen üres volt, és itt közösen a Nőegylet tagjaival, illetve pár önkéntessel együtt rendeztük be, hogy egy igazi bolt legyen belőle, és egy igazi vásárlói élményt kapjanak az ide látogatók. A közel egy hetes felkészülés után nagy érdeklődés övezte a vásárt. A hölgyek a kiválasztott darabokat helyben készpénzért vásárolhatták meg. A kora délutáni órákban már szépen telt a doboz, az összeget pedig jó célra használják fel. Gyermekek étkeztetésére fordítják az összegyűlt pénzt, hiszen ez az egyik legfontosabb célkitűzése az egyletnek. A gyermekétkeztetés volt mindig a fő és kiemelt programunk. Nekem nincs ebédem néven, most már hosszú évek óta kb. 120 gyermeknek az iskolában elfogyasztott étkezését, reggeliét, ebédjét, uzsonnáját fizetjük az adományokból. Ez a tevékenység azt gondolom, hogy akár ebben az évben, a mostani nehéz helyzetben, de amíg világ a világ, mindig okozott gondot, és ezért nagyon aktuális az, hogy most másokra figyelve segítsünk. A Nőegylet egyébként idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A tagok mind önerőből finanszírozzák a működést, melynek keretében a Nekem nincs ebédem program mellett a babadoboz programmal a kismamákat támogatják, de a középiskolások kulturális támogatása is fontos számukra. A tervek szerint a gardróbvásárral hagyományt teremtenének, hogy minél több gyermeknek és családjának nyújtsanak segítséget.